Nos üdvözlök mindenkit, visszatértem egy következő videóval, melyben kettő darab SpongeBobos játékkal fogunk játszani, melyek a legmélyebb félelmeinket hozzák elő a felszínre, vagy nem. Mindegy is, úgyhogy akkor kezdjük. Az első játék a Sponge Massacre. Olvassuk akkor a történetet. SpongeBob már egy jó ideje nem ment munkába egy elég hosszú időn át. És eléggé érdekesen viselkedik. A bikini fenék rendőrség egy hívást kapott Mr. Ráktól, azaz Rák uramtól, ahogyan furcsa hajók jönnek a házából, vagyis SpongeBobból. Másnap Patrick, Tunyacsáp és Sandy eltűnt. A bikini fenéki rendőrség úgy gondolta, okos dolog lenne, ha megnézni SpongeBob házát. Az egyik rendőrként dolgozunk, szóval rendőr vagyunk. És bent is vagyunk a játékban, hoppá, miért nőttem egyet. Na jó, először is úgy amondó vagyok, hogy nézzünk körül. Ó, az ikonikus busz. Nem tudom, ki emlékszik még ezekre a részekre. Én már kicsit halványan, de még arra azokra a fantasztikus emlékekre emlékszek, amikor a sutyerákoktól menekültek ezzel a busszal meg. Ó, itt van a hatalmas nagy Hawaii-szigeteki fej, Tunyacsáp lakhelye, és itt van a nagy ananász. És miért néz ki mindenki ugyanúgy? Hát, jó van, akkor kipikopi bejövök. Feladat, találj meg 7 darab herkentyű bunkert. Beszélj már megtanulni. 7 darab herkentyű burkert. Ezek nem azok? Bár bennem van a hiba lehet, de ezek nem tűnnek annak. A tévé, emlékszem. Itt most lehet majd bevágok egy részletet a kedvenc jelenetemből, ami a tévén történik. Ó, ott van az első hambúr... SpongeBob! Állj meg! Hú, ez nagyon jön! Ez nagyon jön! Mi történt? Először is miért tudom használni a fegyveremet, mint egy gépfegyvert, másodszorra pedig ez mi volt? És itt van az első Windexes, mert kéken villog. Megtaláltunk egy darab enkrintű burgert, ez volt az első, akkor jól nézünk. Csigusz! Uramisten, mi történt veled? Miért nincsen szemgolyód? Vagyis technikailag van, csak be van csukva. Rengeteg alsónadrág, és itt a következő. Ha rajtam nem fogsz ki. Mit mi van? Semmi érdek... Patrick? Még mindig úgy nézel ki, mint egy kúp. De mindegy. Várjunk csak, de hát hogyha Patrick erre van, akkor... Érdekes, feletted érdekes. Uramisten, ne! A marmaládé visszajön, a legnagyobb félelmem. Ezt szerintem már tudjátok. És bum, megvan. Akkor ez volt a második. Vagyis a harmadik. Ah, érdekes. Off. Nem tudom, mi történt egy SpongeBobban, felettébb érdekes, mert mint egy SpongeBobot úgy ismerem, mint az a jó kis gyerek. De hát, úgy tűnik, változik az idő, változok én is. Itt mi van? Ó, itt van még egy hamburger. Ez volt azt hiszem az ötödik, ha jól számolom. Uramisten, megint az boss fight, hölgyeim és uraim. Hát ez... Eddig egy a kettőből, meghalt. 2021. harmadikán haltunk meg, és megtalálták a testünket a többi emberek 9 nappal később. 3 ember tűnt el, és a rendőrség úgy volt vele, hogy nem kutatnak utána. Aha. És itt is vagyunk a következő játékban. Krusty Cellar, és nézzük csak. Már tetszik ez a főmenü. Na, nézzük meg, miből élünk. VHSD-ben nézzünk, és sétálunk a dupla VHSD-vel. Folytva, egérrel nézzünk, VHSD-vel sétálunk. Na, meg lett az. Menjünk le, Escape, a Pause, és Shift, a Run. Oké. Nézzük csak. Ó, itt van Rák uram. SpongeBob! SpongeBob fiam, rossz hírek vannak! Elrejtettem a formulát egy csokoládéban. De elvesztettem ott lent. Találd meg nekem. Igen, ez volt a legeslegközelebbi impresszió, amit meg tudtam csinálni. Ne szedjetek szét a kommentekbe. Akkor amondó vagyok, hogy induljunk. Drukoljon nekem, és ne nézzem már ilyen rémülten.
Ja, nem is tűz rémülten, csak megvan fordulja a mosolygós szája. Ki tudja. Viszlát, találjuk meg a csokoládét. Állj! Le akarom szögezni, hogy a videóban nem csak Slenderman lesz, hasonló dolgok jönnek, de úgy tűnik, hogy az összes játékot ez inspirálja, ami Spongya Bobos. Elnézést. De ha ebből akartok majd második részt, akkor talán bemutatok majd mást is. Két like és folytatom. Halló, halló. Ki van itt? Ez becsapós kérdés volt, de... Mi van? Ezek itt miért osztódnak? Van érdekes. Akkor úgy tűnik, hogy ezeket tudjuk csak kinyitni, ha jól látom, mert ebből eddig kettőt láttam összesen. Igen, ezeket tudjuk kinyitogatni. Jó. Mert gondolom, menjünk akkor erre. Ezek micsodák, hogy karalábék, vagy mi? Szonyat karalábék? Komolyan mondom, ezek amőba karalábék és Margit néni. Felettébb rémisztő horror játék. Miért fordul ilyen lassan? Megvan a csokoládé! Menjünk vissza a Mr. Rák uramhoz. Ki? Mi? Oké, ez felettébb érdekes volt. És kezdjük előről. Nagyszerű. Már beszéltem magával, de... Nem tudom. Na jó van, akkor vágás és megint ott vagyunk. Oké, most ide értem és úgy tűnik, hogy nincs itt a csoki, úgyhogy randomizálódik, amelynek feletté tudok körülni. Na mindegy, akkor legalább nem kell többet vágnom, úgyhogy folytassuk. Aha, na kellett nekem beszélnem. Mi ez a futáshang, amit itt hallok? Asszonyom, kérem. Köszönöm. Oh-oh. Ne, ja, ez így nem lesz jó. Hallom, hogy mintha valaki futna... Igen, épp ettől féltem. Há, Istenem. Jaj, hát ez így nehéz lesz. Na mindegy. Rák uram, hagyjon már békén az Isten szerelmére. Igazából nem tudom, hogy miért strapálom magamat ezekkel a játékokkal. Mert hogy teljesen értelmetlenek és... Na mindegy. Legalább örülöm, hogyha látjátok, hogyan szenvedek. Kijárat. Itt be kell mennem, ott a csokoládé. Nagyszerű. Na várjunk csak, hogyha erre a kijárat, akkor itt bementem. Egyenesen, itt, így. Hát ez azért ennyire könnyű csak nem lesz. Akkor itt bemegyek. Itt lenézek. És elvégben itt van a csokoládé. Kivéve, hogyha Margit néni úgy menne vele, hogy elmegy, köszönöm szépen. Jó, itt a csokoládé, akkor menjünk gyorsan vissza. Nem lesz ez olyan könnyű, mint amilyennek tűnik az a bajom. Igen, ez így nagyon nem lesz könnyű. Istenem. Jó van, még egy próba, többet nem akarom magamat ölni ezzel. Rák uram, könyörgök az Isten szerelmére, hagyjon már lógni! Mármint lóka. Vágás, már kettőször meghaltam azóta, de nem baj. Rák uram, az Isten szerelmére! Ne csinálja ezt! Oké, most viszont megmutatom, milyen taktikát alkalmazok. Szóval, hogy megkeressük a csokoládét ahhoz, úgy tűnik, hogy azt kell alkalmaznunk, hogy lezárjuk magunkat a csávótól, ami nem lesz jó. Szokásos helyen van a csokoládé, itt, és itt tudsz spónolni. Úgyhogy nézzük csak. Szóval, itt először is miután bementünk, utána automatikusan, mielőtt még bármit csinálnánk, ki kell nyitnunk mind a kettő ajtót minimum, úgyhogy gyorsan kinyitom ezt is, hogy alternatív kijáratunk legyen. Szóval ezek után meg kell várnunk, hogy eltűnjön innen valamelyik, hogy nyílt utunk legyen. Ha ezzel megvagyunk, meg kell várnunk, hogy merről jön. Általában onnan szokott, ezáltal fogjuk, megvárjuk, hogy ide fusson, de ha nem lát meg, akkor mehetünk. Viszont mivel randomizálja a pozícióját, ezért úgy kell elmennünk, hogy ne lásson meg. Most mivel nem látott meg, ki kell kerülnünk, mivel ezek is jumpscare által tudnak minket megölni, mely nem túl pozitív. Szóval vigyáznunk kell arra a kis csávóra is, hiszen bármikor felbukkanhat, és méghozzá bárhol. Viszont akkor dolog így becsukni előtte ezt. Viszont így másik irányban fog kijönni, ezért folytatnunk kell az utunkat erre. Az alternatív kiárat ez, viszont mivel ez általában elszokott barikádozva lenni, ezért... Most viszont nincsen. És hogyha itt végigfutunk, elviekben... Igen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Na jó, elmehet ez a játék a büdös, úgyhogy ja. Remélem tetszett a videó. Ha szeretnétek hasonlóakat, akkor lájkoljátok. Én Noel voltam, szevasztok, vagyis Cseteka.
két like és folytatom. Haha!